Ez a kisfilm abba közlekedés biztonságra és környezettudatosságra figyelmet felhívó foglalkozásban enged bepillantani, amit az első fél évben ősszel végeztünk. Az iskolába kerékpárral rendszeresen járók egy úgynevezett útlevelet töltöttek ki, mely után apró ajándékot kaptak. Második lépésként a hatodik évfolyamosok egy kis ismeretterjesztő fülzetet tanulmányoztak át a közlekedés biztonságról, illetve a környezettudatos viselkedésről. A program végén a diákok egy internetes kérdőívet töltöttek ki, és ebben mérhették le, hogy mennyire sajátították el az ismereteket. A programot Jókuti tanár úr segítette. Most a hatodik oldaltól, ugye, hatodik oldaltól olvassuk. Ezek a forgalmi biztonsági szabályok lesznek, és akkor olvassuk el a 9. oldal aljáig, jó, 9. oldal aljáig, és akkor megnézzük, hogy megbeszéljük, hogy mik azok a szempontok, amelyeket itt a füzetünk kitért. Írunk még ugye bele semmit, azt mondtam, hogy amikor befejezzük, ugye két részből áll ez a kis füzet, a kerékpározás és a biztonság, és a másik pedig a szelektív hulladékgyűjtés, és ami mögötte van. Tehát amikor ezeket a részeket megbeszéltük, akkor mindenki kap egyet, és akkor beírhatja a nevét és az osztályát. Másik fele. Na, de nevet összefoglalva. Tehát tiltószabályok vannak a másik. Hát nem tájékoztatás, hát tájékoztatás, minden tájékoztatás, persze, aki nem tudja. Na jó, hát az egy része. Tehát forgalmi szabályok vannak, ugye forgalmi szabályok. Tehát az egyik része azok a tiltószabályok, amelyeket be kell tartani, amit nem szabad megcsinálni kerékpárral. A másik pedig a forgalomban való részvétel. Jó. Tiltószabályoknál mit jegyeztünk meg? Az, hogy állatot biciklizés közben nem szabad vinni, meg hogy más, például megjegy autó és arra rákapaszkodsz, akkor úgy se lehet menni biciklizni. De igen, tehát nem lehet állatot vezetni úgy, hogy kerékpározunk közben. Vajon miért? Hát ne arra figyelszünk, mert akkor... Így van, ugye? Ugye ezt nem lehet meghatározni, hogy most mit tudom, 5 kilós kutyát lehet vezetni, ugye 35 kilós meg nem lehet így, mert az 5 kilós kutyát esetleg meg tudjuk fogni, de 30 kilós kutya visz magával bennünket. Köszönjük. Igen, miért? Inga? Mert hogyha így a fülhallgató így elveszi a... Hát nem így, hanem... Elveszi a kultéri zajokat. Így van, ugye olyan, mintha a fülünket bedugaszolnánk, és az ezen kívül még ugye a háttér zene, amit hallgatunk, ugye kikapcsol bennünket a közlekedésből, elvésznek azok a háttérzajok, és itt van megint szerepe ugye a visszapillantó tükörnek, mert ha netántán mégis valaki ilyesmit csinál, vagy mondjuk gyengébb hallású, ugye ha nem is hall semmiféle zajt, a tükörből látja, hogy mi történik mögötte, ugye előre látunk, ugye a szemünkkel körülbelül oldal irányba elég nagy a látószög, de hátrafelé nem látunk, anélkül, hogy a fejünket ne kelljen mozgatni. Tehát ebben is nagy segítség, de hát az alapszabály az, hogy nem lehet kikapcsolni magunkat a közlekedés zajából. Kitettebb állapotban van a kerékpározó, hiszen teljesen védtelen, alacsony sebességgel mozog, tehát sokkal jobban oda kell figyelni mindenkinek a saját érdekében, ugye arra, hogy balesetmentesen közlekedjen, nem szabad azt várni, hogy majd a másik vigyáz ránk. Persze vigyáz mindenki a másikra egy közlekedési szituációba, de nem lehet arra hagyatkozni, tehát mindent meg kell tenni azért, hogy nekünk a saját személyi védelmünk és biztonságunk ugye maximális legyen a forgalomba, ne pedig arra számítani, hogy majd kikerül bennünket, mi megcsinálunk, amit akarunk. Az első, az eddigi részben, ugye, amit átolvastatok és megnéztünk, ugye az a kerékpárnak a kötelező felszereltség és az ajánlott felszerelési tárgyak voltak, ugye megemlítettük itt a kötelezőket és azt, amit itt nem találtunk meg, ugye direkt kitértem rá, hogy mit is érdemes még felszerelni a kerékpárra, mi volt az? A visszapillantó tükröt, ugye ezzel a füzetünk nem foglalkozik, megbeszéltük, hogy nagyon hatásos dolog, látunk hátra, tudjuk, hogy mi történik mögöttünk, tehát nem kell a fejünket hátrafordítani, a kormányt megmozdítani, közben hátrafordulunk,
valami leköti a figyelmünket közben, és utána megtörténik a baleset. Kislányom, meddig fogjátok csinálni ezt? Két csoportra osztott feladatokat tartalmazott, az egyik a kerékpár, kerékpározás, a kerékpár felszereltsége, és a másik pedig a szelektív hulladékgyűjtés és ezzel kapcsolatos ismeretek. Két órában dolgoztuk fel, az egyik témakört az egyik, a másikat pedig a másik órában. A tanulók hazavitték ezt a kis dokumentumot, és otthon az őszi szünet alatt átnézték, és ezt követte a internetes feladatok kitöltése, amelyet most itt lehetett is látni, hogy foglalkoznak a gyerekek.